Jó rég volt már ilyen videó. Hát visszatértünk, és nem is akármilyen sztorival és karakterrel. Sziasztok, én Zsommel vagyok, és érkeztünk egy újabb storytime-os, creepypastás, teóriás videóhoz. A mai nap folyamán Burn Wolfot mutatom be nektek. Igen, most nem egy úgymond emberről vagy emberskinről lesz szó, hanem egy farkasról. Szóval, hogy nézzük, ez az első ilyen teória, vagyis így jelenleg nem emlékszem más állati teóriára, de kövezzetek meg, ha nem így van. Szóval, Burn Wolf egy olyan entity, ami nagyon, de nagyon ritkán spannol a játékban. Mindenki, aki ismeri, csak a sátán kutyájaként emlegeti, és az a célja, hogy megölje az összes Minecraft játékost a játékban, illetve a való életben is. Igen, ez úgy hangzott, mint egy olyan ember, aki utálja a Minecraftot és a vele játszó embereket is. Az első ilyen eset 2016. május 29-én történt, amikor egy YouTube videó került fel egy videós csapat által. Később ez a videó lekerült a platformról, és a csapat is eltűnt, de nem olyan értelemben. Sajnos a való világban sem bukkantak a nyomaikra. És még később 2016. június 1-én megtalálták őket. Egy erdőben felakasztva, ráadásul égési sérülésekkel. Sikerült a fórumra is posztolnia az egyik áldozatnak. Tehát elérkeztünk a videó csúcspontjához, kezdődjék a story time. Sziasztok! Nem érdekel, ha senki sem látja ezt a posztot, de el kell mondanom egy olyan sztorit, ami tényleg megtörtént velem meg a barátaimmal. Négyen játszottunk egy saját szerveren. Én, QWERTY, Boblot és Sessy Messi. Való életben eléggé távol voltunk egymástól. Szóval volt egy nagy házunk négy szobával, fáklyákkal körbevéve, hogy egy kicsit messzebb mennénk a háztól, lássuk a fényeket. Minden akkor kezdődött, amikor találtam a házunk közelében egy bányát. Elég izgatottak voltunk, mivel nagy esélye volt annak, ha mélyebbre ásunk, gyémántot találunk. Mind a négyen lementünk keresgélni, mindenkinek volt fáklyája és király volt minden. QWERTY viszont látott valamikor egy redstone fáklyát, de mondtam neki, hogy hagyja, biztos csak valami bug lehet, elvégre ha nem mi raktuk le, akkor senki se. Egyszerűen nem találtunk gyémántot, és vissza akartunk fordulni, de abban a pillanatban láttam egy kétfele vezető részt. Mondtam a többieknek, hogy ezt még érdemes lenne megnézni, szóval váljunk ketté. Én QWERTY-vel mentem. Amúgy se lehetett volna baj, mivel Skype-on is beszéltünk, de hát lett. A hívás egyre rosszabb minőségű lett. Egy pillanat alatt eltűnt mellőlem QWERTY, és a többiek se szólaltak meg. Hallatok, srácok, mondjatok már valamit, hello! És a játék azt írta, hogy QWERTY, Bablot és Sessy Messi left the game. Hát reméltem, hogy csak az én internetem ment el, de mégsem, mert akkor még nem lennék a szerveren. Úgy gondoltam, hogy ebből most már elég lesz, szóval inkább kimegyek ebből a járatból. De mielőtt kimentem volna, a képernyőm megőrült. Körülnéztem utána a játékban, és valamit észrevettem, nem is tudom, mintha egy farkas lett volna. Közelebb akartam menni hozzá, de ez a farkas alakú teremtmény elrohant. A többiek utána visszaléptek a játékba és a Skype-ba is. Mint kiderült, mindenkinek kikresselt a gépe, csak nekem nem. Azt ajánlottam, hogy most már nagyon jó lenne kimenni ebből a rohadt bányából. Majdnem sikerült is, de Bablot felkiáltott. Hey, nyugi, mi történt? Láttam egy mobot, úgy nézett ki, mint egy farkas, de olyan volt, mintha megégett volna. Egy redstone fákja volt mellett, és ugatott, de úgy, mintha az visszafele lett volna lejátszva. Ugye most csak viccelsz? Tényleg igaz? Mi lenne, ha mindenki lenyugodna és inkább elmennénk innen? Igazad van, húzzunk el innen. Végre teljesen kiértünk és láttuk is a házunk fényét. Kinyitottuk az ajtót és amit hallottunk a játékban, azt sosem feledjük. Nagyon furcsa égés hang volt, nem az a megszokott, de nem is az a lényeg, hanem az, hogy nem is égett semmi. 2-3 perc után viszont már nem is hallottuk. Megbeszéltük a többiekkel a ma történt furcsa dolgokat. Én még egyszer kinéztem az ablakon és megláttam a farkast, ami végig rám nézett. Gyorsan szóltam a srácoknak. Gyorsan gyertek ide, itt van! De amikor már odajöttek hozzám, már csak egy tábla állt ott. Burn, burn, burn. Ki akartunk menni a tábláért, de ott volt előttünk a nappaliban Burn Wolf. Mi a franc? Elkezdett lassan az ajtónkhoz menni, kifutott, közben ugatott. Gyorsan cselekedni kellett. Csukjátok be az ajtót, rakjatok elé földet. Így is történt, utána felszerelkeztünk, kiütöttük a blokkot, ki akartunk menni az ajtón, reménykedve abban, hogy megtaláljuk a farkast, amit remélhetőleg sikerül elpusztítani, mert biztos nem jó szándékból fenyeget minket. Mielőtt kimentünk volna, Bablot és QWERTY megint lecsatlakozott, de még Skype-ról is, tehát ketten maradtunk Sessyvel. Nézd ki, nehogy a közel legyen, mert ha igen, akkor még itt maradunk. Kinyitotta az ajtót, kinézett, egy kicsit előrébb ment és bezárta az ajtót. Látom! És hogy néz ki? Sessy! Kinéztem én is, de már csak az a kard volt a földön, amit adtam neki. Mérgemben kifutottam és vártam, hogy történjen bármi is. Körülbelül 5-10 percen keresztül álltam és néztem körbe-körbe, de semmi sem történt. De amikor visszafordultam a házhoz, minden égett és előtte egy tábla. Burn, 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 die in the fire. Ezek után az én gépem is kikeresett, sőt a világ is letörlődött. Szóval, ha jól értelmezzük a sztorit, a barátai már halottak voltak, és ő volt az utolsó, aki meghalt a való életben. Hát ez inkább rémisztő és hátborzongató, mint ijesztő. Ha nektek is tetszett a videó, akkor csapjatok egy lájkot és egy feliratkozást, illetve kattoljatok a csengőre is, hogy kapjatok értesítést a kövi videóról is. Kövessetek be Instagramon is, ZsombeyHD-nak hívnak, október óta minden nap van kép és van gyakran sztori is. Én viszont most búcsúzom, nagyon szépen köszönöm a figyelmet és találkozunk legközelebb is, ZsombeyFanok. Sziasztok!